Sziasztok, ez itt a Hitchcock Challenge következő része, a mai filmünk a zsarolás, vagy eredeti címén a Blackmail, és most nézzük meg közösen. Akcióval kezdünk. Két rendőr rajta üt egy veszélyes bűnözőn. Beviszik. Aztán az egyikük meló után elviszi a csaját bulizni, ahol megjelenik a lány másik hódolója. Ezért lepasszolja a rendőrt, és szépen megpattan az új csávóval, aki fölviszi a lakására. Romantikusan zongorázik neki. Felpróbáltat vele egy véletlenül ott lévő tűszoknyát, összesmárolnak, a csaj rájön, hogy mégsem akarja, a csávó viszont elkapja, ágyba viszi, de a csaj lenyúlja a pontot lévő kést, és kinyírja a szegény erőszaktevőt. Eltünteti a nyomokat, de valaki megfigyelte. Közben a rendőr srácot ráállítják az ügyre, aki hamar rájön, hogy a csaja a tettes, az áldozat meg a tegnapi locsoló. A lány reggeli közben idegrohamot kap egy késtől, gyorsan a munkába menekül, mert amúgy eladó. Befut Frank, a rendőrpasas. Hello, Frank. A csajnak elmondja, hogy tudja a titkot, de falazni fog neki. Ekkor megjelenik a zsaroló. I want to get on to Scotland Yard. Felveszi a tipikus filmes pózt, meghivatja magát reggelizni, Frank meg tejjel neki, hogy tartsa a száját. Közben a Yardnál jelentkezik valaki, aki látta a fickót éjszaka a háznál, szólnak Franknek, aki visszazsarolja a zsarolót, befutnak a fakabátok. A csávó kiugrik az ablakon, és bemenekül a British Múzeumba. A zsaruk kergetik, felrohannak a tetőre, ahonnan a halálba zuhan. A lány lelkiismeretileg bemegy feladni magát, Franknek kell tőle új lenyomatot venni és lecsukni. A kollégája kérdezi tőle, hogy ma is megy-e bulizni a csajával. Nem, ma nem, válaszolja Frank. Nem is ez a vége. Hitchcock szerette volna, hogy így legyen vége, de a producerek nyomására végül az lett, hogy amikor a lány bemegy feladni magát, akkor Frank pont ott van és lebeszéli erről a butaságról. Hitchcock ezzel a filmmel bebiztosította a hírnevét, mert nagyon nagy durranás volt. A leghíresebb jelenet a reggelizős, amikor a szomszéd néni ecseteli, hogy ő bizony késsel nem szúrna le senkit, mert jó brit módjára egy téglával vágta volna fejbe. Ahogy mesél, a lány csak annyit hall a sztoriából, hogy kés, kés, kés. Ez már kemény hangdramaturgia, mert hogy ez volt az első brit hangos film. Az angol producerek pánikba estek, amikor jöttek az amerikai hangos filmek, és kiderült, hogy a közönség szereti őket. Úgyhogy az éppen futó filmjeiknek egy-egy jelenetét újraforgatták. Elvileg a zsarolásnak is csak az utolsó tekercse lett volna hangos, azonban Hitch számított rá, hogy a producerei időközben meggyőzhetőek lesznek, ezért úgy forgatott, hogy minél könnyebben lehessen átalakítani a filmet hangos filmé. A detektíveknek itt azért látjuk a hátát, mert ez néma filmben is teljesen jól elmegy, de később gond nélkül lehet rá hangot tenni. A mosdós jelenetben annyi rendőr van benne, hogy fogalmunk sincs kibeszélő, bármi rászinkronizálható. A forgatás első heteiben igyekezett olyan jeleneteket felvenni, amihez amúgy sem kellene hang, üldözés, akció, stb. Így amikor végre tényleg döntöttek a producerek, hogy nosza, akkor csináljunk egy teljes hangos filmet, akkor igazából minimális újraforgatással megoldható volt a dolog. A leglátványosabb különbség itt a gyilkolás előtti résznél van. A néma verzióban több volt a kameramozgás, érdekesebb beállításokból állt, a hangos verzió az viszont elég statikus. Ez azért van, mert a kamerát betették egy nagy hangszigettel dobozba, aminek az egyik oldala üvegből volt, és azon keresztül vette fel a kamera a jelenetet. A forgatást meglátogatta York hercege és hercegnéje is, annyira kíváncsiak voltak, hogy bepréselődtek ebbe a fülkébe. Technikailag nem volt csak lehetőségük több hangsávot összekeverni, ezért amit hallunk, azt egyszerre vették föl minden esetben. Tehát ennél a résznél a zenekar mellett ott volt egy tülkös, meg egy zörejművész. Sőt, a két szereplőből igazából csak az egyik beszél, a másikuk tátog. Funny, aren't you? Ő Annie Ondra, akinek erős csehszlovák akcentusa volt, ezért a kamera mellett egy külön mikrofonnal ott állt egy brit színésznő. Ez a megoldás egyébként többnyire működött, de azért vannak érdekes pillanatok. Iszonyatos túlórák voltak, egy csomószor este 11-ben voltak, és másnap reggel 8-kor már kezdtek újra. Ez azonban nem akadályozta meg a mókát, kacagást. Különösen a mai botrányok tükrében érdekes nézni, hogy 100 éve hogyan hülyéskedtek. Itt van Alfred első osztott képernyős telefonbeszélgetése, vagy ez a snit, ez már a Matrixot magát vetíti előre. Úgy használta a hangokat, mint egy közelképet. Ennél a résznél például nem mutatja meg külön, hogy betörik az ablak, hanem csak hangban hallok. És vártam azt, hogy mikor lesz lépcső, de ezt nem láttam jönni. Fölépített egy konkrét, több emelet magas lépcsődíszletet csak ezért az egy darab snittért.
Hitch a maga módján elbúcsúzott a néma filmektől. Ott az volt az egyik toposz, hogy a gonoszaknak bajsza van. Itt az erőszaktevőnek ugye le volt borotálva az arca, de beállította a csillárnak az árnyékába, és az pont egy bajszot rajzolt rá. A British Múzeumban zajló üldözés pedig filmtrükkökkel valósították meg, és Hitchcock maga építi a legendáját, mert azt terjesztette, hogy a producerek nem tudtak róla, hogy ők nem mennek valójában forgatni a British Múzeumba. Na ez egy kamu. Egy stáb, pláne hogyha az első brit hangos filmet csinálják, akkor be van sózva minden ilyen nagy jelenetnél. Külön sztori volt, hogy csak fényképezni mehettek be, és ezt még az ausztrál újságok is megírták. Kár, hogy aztán Ausztráliában pont betiltották a filmet. Itt a Hitchcock, hol a Hitchcock? Itt nem egy amúgy is leforgatandó snit berendezte bele magát a mester, hanem ezt az egész díszletet azért építették föl, hogy ő szerepelhessen. Azért is robban nagyot ez a film, mert egy tök egyszerű sztori baromi jól van megvalósítva. És ez már Hitchcock. Suspense, suspense, suspense. Pár további érdekességet beteszek ide a leírásba, a film linkjével együtt ugyanis megnézhető a YouTube-on. Végezetül pedig jöjjön a kedvenc snittem, ahol 2,5 percen keresztül fest egy mesztelen nőt, a gyilkos lány és az áldozata.